Humán meteorológiai tanácsok következnek, vendégünk Ivádi Anett humán meteorológus, a Meteoklinika munkatársa. Üdvözlöm! Üdvözlöm, köszöntöm a kedves nézőket is! Meglehetősen nehéz időszakon vagyunk túl, legalábbis ami a megpróbáltatásokat illeti. Hideg volt, változékony volt az időjárás. Marad ilyen? Tehát ez a változékony és hűvösre hajlamos idő, vagy esetleg változik most már a tavasz egy kicsit? A változást tapasztalhatunk abban a tekintetben, hogy egy erőteljes felmelegedést követően végre eléri a délutáni csúcshőmérséklet az ilyenkor megszokott 16-17 fokot, ami ez mostanában, hogyha visszagondolok, körülbelül egy hónapra visszamenőleg nem igazán voltunk hozzászokva. Azonban ez a melegedés és a tartósan frontmentes idő nem bizonyul nagyon hosszú életűnek, hiszen egy-két front még így is úgymond becsúszik ezekbe a napokba. A hét elején tapasztalható hideg front, az csak egy pár fokos hőmérséklet visszaesést okoz, de éppen elég ahhoz, hogy az amúgy is kimerült szervezetünket megviselje, a frontérzékenyekről pedig ne is beszéljünk. Hozzászokhattunk az előző hetekben, hogy nagyon sokszor erős volt a szél, és ezt egy kicsit pongyolán fogalmaztam meg, ugyanis ehhez nem igazán tudunk hozzászokni. A szélterhelés az olyan, hogy minél tovább tart, annál inkább megviseli a szervezetünket. Ez a hideg front, ez most is szélerősödéssel jár, de szerencsére nem bizonyul annyira tartósnak. Tehát csak egy átmeneti megpróbáltatás ér minket, aztán pedig folytatódik ismét ez a tavaszias idő, ugyanaz áprilisnak megfelelően kicsit szeszélyesen, de semmiképpen sem annyira megterhelően, mint az előzőekben volt tapasztalható. Korábban is beszéltünk róla, és most is említette, hogy ez a frontos, változékony idő, ez megterheli a szervezetet. Van bármi olyasmi, ami ellensúlyozza ennek a hatásait? Akár az, hogy több a napfény, akár ha jól táplálkozunk, esetleg többet vagyunk a szabad levegőn, tehát segíthet valami, hogy úgy mondjam, a túlélésben, ami megkönnyíti a napokat? Természetesen segíthet mérsékelni a panaszokat, azonban azt nem tudom ígérni, hogy teljesen el is tünteti ezeket. Nagyon fontos a kiegyensúlyozott étrend, a kiegyensúlyozott életmód és a rendszeresség. Próbáljunk mindig időben lefeküdni, kipihenni magunkat, kialudni magunkat, az étkezések során pedig törekedni arra, hogy különösen amikor valamilyen megterhelő nap következik, akkor ne terheljük még mi is feleslegesen az emésztőrendszereket zsíros és nehezen emészthető ételekkel. Szerencsére most épp a tavaszi időszakban vagyunk, amikor már egyre több a friss zöldség és gyümölcs a piacokon is. A zöldség és gyümölcs az, mint jól tudjuk, a könnyen emészthető ételek közé tartozik, ráadásul sok nedvességet is tartalmaz, vagy hát vizet tartalmaz, és szükségünk is van a folyadékpótlásra. Ez nem csak akkor igaz, hogyha sokat izzadunk, hanem akkor is, hogyha nem érezzük annyira, hogy szomjasak vagyunk. Testtömegtől függően napi 1,5-2 litert legalább magunkhoz kell venni a folyadékból, de hogyha valaki izzadékonyabb sportol, akkor ezt meg is kell emelni. Legjobb az ásványvíz, de mint mondtam, a frissen facsart zöldség és gyümölcslevek is kiválóan alkalmasak erre, sőt a zöldségekből és gyümölcsökből nagyon finom leveseket is tudunk készíteni. Egyre több a napfény, az ember ugye egyre többet szeret kint lenni. Látom is, hogy játszótereken is a gyerekek most már többet vannak itt. A napfény veszélyese már ránk nézve, vagy még nem kell az UV-sugárzástól tartanunk? Az UV-sugárzás maximális értéke még most is a mérsékelt tartományban alakul, de már nagyon gyakran átlépi az 5-ös fokozatot. Az 5-ös fokozat az azt jelenti, hogy ezt a derült tiszta időben tudja elérni, a délutáni órákban olyan 2-3 óra környékén. Ilyenkor bizony már nem csak a nagyon fehér és nagyon érzékeny bőrűeknek szerezhet egy kis kellemetlenséget, hanem azoknak is, akik a viszonylag könnyebb leégésre jobban hajlamosak a leégésre. A nagyon magas faktorszámú naptejeket még nem kell használni, de akit zavar, hogyha kicsit megpirul a bőre és fájni is szokott, akkor már bekenheti magát a kora délutáni órákban. Most a napokban láttam a televízióban, hogy a párizsiak a smogtól fuldokolnak. Most, hogy nálunk ilyen szeles az időjárás, nekünk nem kell ilyesmitől tartanunk? A légszennyezettség az olyan, hogy egyik napról a másikra is nagyon tud ingadozni az értéke. Szerencsére itt a zöldövezetben lakunk, tehát egy viszonylag
zöldebb, emberbarátabb környezetben, távol a nagyon forgalmas belvárostól, de azért itt is előfordulhat, hogy a forgalmasabb reggeli és délutáni órákban megemelkedik a szállópornak a koncentrációja. Egy szeles idő az segít kitisztítani a levegőt, azonban, hogyha 2-3 napig is nem érkezik front és nem igazán mozdul meg a levegő, akkor már tapasztalhatjuk azt, hogy több ilyenkor a szennyező anyaga a levegőben. Ilyenkor célszerű a sétát valamennyivel rövidebbre fogni, kisbabákat nem javasolt ezekben a forgalmas órákban levegőztetni, hanem hogyha tehetjük, akkor inkább a kevésbé forgalmas időszakban menjünk el velük sétálni. Tavaszderekán járunk, milyen allergén pollen van a levegőben? Sajnos egyre több növény szórja már a virágporát, a legtöbb most a nyárfa, a nyírfa és a fűzfa pollenjéből van a levegőben. Ezek a viszonylag allergénebb növények közé is tartoznak, ami azt jelenti, hogy az arra allergiások körében akár intenzívebb tüneteket is kiválthatnak. Mivel most hirtelen jött ez a felmelegedés az előző hideg időszakot követően, így számítani kell arra, hogy hirtelen fog megemelkedni a légköri koncentrációjuk, valamint arra is, hogy hirtelen egyre több és újabb növénynek a pollenje kerülhet majd a levegőbe. Akkor az allergiásoknak most már készülniük kell. Köszönöm, hogy beszélgettünk. Én is köszönöm.